Jakab. Szalai hiába csúszik elé, üres ebben a túloldalon, Bőrdőr rá! Hazai pályán fogadta a Dunaújváros Pase labdarúgó csapata a Diósgyőr gárdáját. A mérkőzésen Artner Tamás tanítványai több komoly helyzetet is kidolgoztak, de végül 0-0-ás döntetlennel jöttek le a pályáról. Most persze csalódottak vagyunk mindannyian, de az nagyon fontos, hogy az ellenfél nem alakított ki helyzetet, hátul stabilak voltunk. A stabil védekezésnek köszönhetően az újvárosi kapu nem volt veszélyben, azonban elől a jól felépített helyzetek nem hozták a gólokat. Sajnos azokat a lehetőségeket, amik adottak, azokat nem tudtuk kihasználni, de becsülettel mentünk tényleg az utolsó percig. Reméljük, hogy a következő mérkőzésen ezek bemennek. Artner Tamás, a Dunaújváros Pase vezetőedzője szerint kicsit görcsösen játszottak és többször rossz döntést hoztak, de emellett küzdött a csapat. Úgy értékelte, hogy a nagy meleg ellenére rengeteget futottak a játékosok, jó teljesítményt nyújtottak. Az első fél idő nem tetszett annyira, nem tudtunk akkor a nyomást csinálni a Diósgyőrre. A fél időben azt hiszem, hogy rendeztük a sorokat, a második fél időben óriási nyomást tettünk rájuk, nagyon nagy zicsereink voltak. Én mondom, attól féltem már a végén, hogy nehogy a futball sors megbüntessen minket, hogy ennyi helyzetet kihagyunk és kikapunk 1-0-ra. Lehetett érezni a játékosokon, úgy gondolom mindkét oldalon, hogy megpróbálnak mindent megtenni a győzelem érdekében. Az én játékosaim úgy gondolom, hogy egy picit kevesebbet tudtak nyújtani támadásban, de a védekezésünk az szervezettebb volt. Mivel a Pápa és a Szombathely is kikapott, így továbbra is a 14. a Dunaújváros Pase, két ponttal megelőzve a sereghajtókat. Jövő hét szombaton a Péccsel mérik össze tudásukat az újvárosi fiúk.